Jó estét kívánok! Ez az Esti Közelkép, a Debrecen Televízió közéleti műsora. Öröm és bánat, kellemes és kellemetlen meglepetések. Évről évre 100 000-nél is többen élik át ezeket az érzéseket július végén. Múlt szerdán kihirdették a felsőoktatási képzések ponthatárait. Ezek alapján kiderült, 6621 új hallgatót vettek fel a Debreceni Egyetemre. Hogy ez a szám mit jelent az intézménynek, arról Bartellek oktatási rektor helyettessel beszélgetünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! No, hát 6600-nál is több fiatal azt tudta meg múlt szerdán, hogy ők bizony Debrecenben fognak tovább tanulni, de az intézmény hogyan látja ezt a számot, hiszen azért nem csak a fiataloknak, hanem nyilván az egyetem vezetésének is ez egy fontos nap volt. Az intézmény számára ez inkább öröm, mint bánat. Azt lehet mondani, hogy a felvett hallgatók, vagy a jelentkezett hallgatóknak is a 75%-a az inkább örül, ez csak 25% van olyan, aki esetleg bánatos, hogy nem, vagy nem oda vették fel, ahova tervezte. A Debreceni Egyetemen ez a 6621 fő, ez azt jelenti, hogy az előző évhez képest körülbelül 4%-os növekedést sikerült elérni. Emögött, az eredmény mögött persze több tényező van. Benne van ebben az eredményben a köznevelési intézményeknek a munkája, ahonnan jelentkeztek a hallgatók. Benne van ebben a számban az is, hogy milyen törvények, milyen rendeletek szabályozzák a felsőoktatásba való bekerülést. Benne vannak a demográfiai tényezők is, de azt kell, hogy mondjam, legalább 50%-ban az egyetemeknek a stratégiája, a szakstruktúrája és az itt folyó minőségi munka. Hogyha ezt vesszük alapul, akkor azt kell mondjam, hogy hízelgő és a belénk vetett bizalmat tükrözi, hogy az idén ilyen jól sikerült növelni a beiskolázásunkat. A 6621 hallgatóból hányan tudnak állami finanszírozással tanulni, hányan vannak azok, akik viszont önköltséges formában? A döntő többségük állami ösztöndíjas formában kerül be az egyetemre, egészen pontosan 82%-ban állami ösztöndíjas, és a fennmaradó 18% az, aki az önköltséges formában kezdheti meg a tanulmányait. Nyilván egy érdekes kérdés lehet, és nagyon sok szakot fel lehetne sorolni, de vannak-e kiugró számok, akár ahova sokkal többen jelentkeztek, mint tavaly, népszerűbbek voltak, akár itt a ponthatárokról is beszélhetünk, hogy hova lehetett nagyon nehezen bejutni. Szóval vannak-e olyan extrém dolgok, amik idén úgy talán váratlanul érték az egyetemet is? Olyan nagyon váratlan eredmények ebben az évben nem születtek. Azt el lehet mondani, hogy ismerve az országos adatokat és az országos jelentkezési és felvételi számokat, hogy némileg eltérően az országos számadatoktól, itt nálunk Debrecenben a legnépszerűbb képzési terület, ahova a legtöbb hallgató jelentkezett, és ahova a legtöbbet is tudtuk felvenni, ez az orvos egészségügyi képzési terület. Ezen a képzési területen 5 karon folyik a képzés, az általános orvosi kar mellett másik 4 karon veszünk föl, számos szak tartozik ide. Emellett persze nagyon nagy számban tudtunk felvenni a gazdaságtudomány képzési területre, és harmadikként pedig a pedagógus képzési területe jelenik meg. Hogyha magukat a szakokat nézzük, akkor a legtöbb hallgató az ápolás-betegellátás szakra került be. Itt több szakirányon 2 karon indul ez a szak. Ezután következik a gyógypedagógia szakunk, majd pedig az osztatlan tanárképzésnek a szakjai, amely több mint 20 tanári szak között oszlik meg. De szintén a népszerű szakok közé tartoznak a műszaki területen gépészmérnök, a jogászak, ahova szintén szép számmal tudtunk fölvenni, az informatika, a gazdaságtudománynak a különböző szakjai, ezek mind 100-nál jóval több hallgatót mutatnak. És van egy újdonság is a legjobbak között, ez pedig a sport és rekreáció szervezés, ahol egy új szakiránynak a bevezetésével, ez is 130 fölötti létszámban sikerült ide beiskolázni. A pszichológiát már meg sem említem, hiszen ez évről évre a népszerű szakok közé tartozik.
És továbbra is a gazdasági területekre a legnehezebbbe jutni? Vagy hogyan alakultak most az erősségei egy szaknak? Ami a pontszámot illeti, valóban, tehát ott nagyon magasak a pontszámok. Egyrészt azért, mert ott sok szakon központilag előírt minimális pontszámmal lehet az állami ösztöndíjas helyekre bekerülni. És hogyha a karokat nézzük, akkor a gazdaságtudományi karunkra vettük föl a legtöbb hallgatót, 1310 hallgató került be most a nyári felvételi eljárás során. Ezt követi a bölcsészkar, ahova 995 fő került be, 955 fő került be, bocsánat, és utána következnek hát más karok, természettudományi kar, gyermeknevelési és gyógypedagógiai kar, informatika, műszaki kar, tehát azért itt elég jó beiskolázásról beszélhetünk. Annál is inkább, mert az egyetem stratégiájával egybehangzóan növekedtek bizonyos karokon a bekerülteknek, a növekedett a bekerültek létszáma. Az a kormánystratégia is, hogy a mérnöki területeken valahogy megfogni a fiatalok figyelmét, lehet már valamilyen fajta növekedést érzékelni, vagy még később fog lecsengeni valószínűleg ez a népszerűsítés, ami most zajlik a fiatalok, főleg középiskolások körében? Műszaki területen nőtt a bekerültek száma, tehát ez a műszaki karon is érződik, meg természettudományi és technológiai karon is. A legnagyobb növekedés az most ebben az évben, ezen a nyári felvételén a zeneművészeti karon, ott 25%-kal nőtt az előző évhez képest. Ezt követik más területek, mint a műszakit említettem, de a gazdaságtudományi területen is nagyon szépen növekedett, a tanárképzés területén is nőtt, hagyományosan népszerű továbbra is a bölcsészkar, informatika és még néhány területet lehet említeni, ahol dinamikus, erőteljes növekedés volt tapasztalható. Hát kérdezzek rá a külföldi hallgatókra, mert hogy ugye az egyetemnek ez is mondhatjuk, hogy a stratégiai irányzata, és érzésre egyre több külföldi hallgató jön Debrecenbe. Ez valóban így van-e? Az ő felvételük idén hogyan alakult? Nem csak az érzése sugallja ezt, hanem a számok is ezt tükrözik, és ez valóban a Debreceni Egyetemnek egy speciális, sajátos vonása, hogy nagyon nagy számban jönnek ide külföldre, mutatja, hogy jó hírünk van szerte a világban. Az idén is körülbelül 100 országból kerülnek be hozzánk, és már itt is ismerjük a számadatot. Ez nincs benne a 6621-ben, hogy 1825 fő az, aki várhatóan a felvételi következményeként szeptembertől megkezdheti itt a tanulmányait. A külföldiek elsősorban az orvosi szakokra jelentkeznek, szép számmal jönnek most már műszaki területre is, egyre többen gazdaságtudományi, informatikai területre, úgyhogy a külföldi hallgatók száma örvendetesen növekszik. Tulajdonképpen már csak néhány százalékban, vagy talán még annál is kevesebb mértékben fogja a pótfelvételi eljárás befolyásolni ezt a 6600-as számot. Mire számít az egyetem? Ugye most az általános eljárás lezárult, augusztusig még azért itt várható minimális változás, idén is azért nem hiszem, hogy itt sok száz fiatalról lenne szó. Olyan sok százra nem számítunk, hogyha az elmúlt évek tapasztalatait nézzük. Tavaly például 440 körül kerültek be a pótfelvételi eljárás során, tehát ez az általános felvételi eljárás számadataihoz viszonyítva egy ilyen 7% körüli számot jelent. Hogyha az egész éves felvételt nyert hallgatókat nézzük, akkor meg egy ilyen 4-4,5% körüli az, aki a pótfelvételi során kerül be. Hiszen, hogyha összeadjuk az összes felvett hallgatót, akit akár már a keresztfél évtől számítjuk, már most 9000 fölött járunk, ilyen úgy számítjuk körülbelül, az valószínű, hogy ez reális becslés is, hogy szeptemberre egy olyan 9500 felvett hallgatóval számolhatunk, akik közül lesz egy minimális lemorzsolódás, mire a beiratkozás elkövetkezik. No hát, rektor helyettes úr, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hát a gólyáknak meg nagyon sok sikert kívánunk, és sok boldogságot egyetemi tanulmányaikhoz. Köszönöm. Bízunk benne, hogy a gólyatáborban jól fogják magukat érezni, és abban is bízom, hogy eredményesen fogják az első fél évet teljesíteni. Úgy legyen, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Múlt héten beszámoltunk róla, hogy a vártnál kevesebben választják a kerekestelepi strandfürdőt, hogy mi okozhatja a némileg meglepő látogatószám csökkenést, és hogyan lehet megfordítani azt a tendenciát, arról az üzemeltető DH Service Kft. Ügyvezetőjét, György Zoltánt kérdezem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, üdvözlöm! No, hát mit tapasztalnak? Mi a gond? Van erről visszajelzés? Tényleg elmarad-e a látogatottság a korábbi évektől, vagy attól, amire idén számítottak? Igen, a látogatószám valóban eltér a tavalyi év hasonló időszakához képest. Körülbelül 20%-kal kevesebb vendég érkezett a fürdőbe, de hát ezt mi az időjárás előrejelzés alapján már vártuk. A szokatlan csapadékos időjárás az nem tesz jót a fürdőknek és a látogatottságuknak, de hát reméljük, hogy ez a tendencia most megváltozik. Ugye a kerekestelepi fürdőben nem csak hidegvizes medencék vannak, hiszen azért nyilván saját példából is tudjuk szerintem nagyon sokan, hogy jó lesik úgy melegvizes fürdőbe is beleülni időnként. Nem gondolkodnak így az emberek, a debreceniek? Így is nagyon sok vendég látogatja a fürdőt, tehát azért havi 6-7 ezer vendégünk van, ez napi 5-600 főre is fölment a hétvégenként. Most már a hétköznapokon is körülbelül 6-700 ember látogatja a fürdőt. Az igazi, hogy úgy mondjam, látogató csúcshoz, ahhoz kánikula. Kánikula és napsütés, 34-35-36 fok kell, akkor van tele a fürdő. Ez most megjött a hétvégén, érezhető, hogy volt egy lendület? Hogyne, természetesen. Már a hétvégén is tele volt a fürdő, de már most a hétköznapokon is, a mai nap is több mint 700 vendég fordult meg a fürdőben. Hogyan lehet, kell-e esetleg erősíteni azt a tendenciát, hogyha rossz idő van, akkor is válasszák az emberek a strandolást, vagy ez egy olyan folyamat, ami be van betonozva, és ennek ki van szolgáltatva mondjuk egy strandfürdő? A szezont nyújtani, hogy úgy mondjam, illetve a rossz napokra programot nyújtani csak akkor tudunk, hogyha több fedett medencét tudnánk építeni. Nyilvánvalóan a fejlesztési tervek között ez is szerepel. Szeretnénk minél több szolgáltatást és minél több medencét 12 hónapban nyitva tartani. Ez még majd a jövő titka, hogy úgy mondjam. A távoli jövőé, vagy körvonalazódhatnak olyan dolgok, amik esetleg közeljövőben is megoldódhatnak? Szerencsére a város részéről már a fejlesztési tervek elkészültek, most rendelik hozzá remélhetőleg a szükséges forrásokat is, úgyhogy egy pár éven belül talán jelentős fejlesztéseket fogunk végrehajtani a kerekesfürdőben is. A nagyerdei strand átépítése miatt elvileg felszabadul egy strandoló közönség, egy létszám, akik nyilván választhatják a kerekestelepi fürdőt is. Számítanak ezzel kapcsolatban jelentős fellendülésre? Van-e még esetleg lehetőség mondjuk egy ilyen zsúfoltabb kánikulai napon arra, hogy még többen érkezzenek, hiszen most már mondhatjuk, hogy csak oda lehet menni Debrecenben? Mondhatjuk szinte, hogy csak oda lehet menni, noha ez nem teljesen igaz. Ugye az elmúlt években átadtunk új medencéket, immár 5 medencével, közel 600 négyzetméter vízfelülettel, 2 hektáron várjuk a vendégeket, tehát hely van, mellette ugye a kempingben akár szállása is van, úgyhogy várunk minden kedves vendéget, amíg lehet, addig mindenkit szeretettel fogadunk. Vannak-e azzal kapcsolatban felmérések, adatok, hogy Debrecenből, illetve a akár távolabbi távolságokat is megtevő vendégek közül milyen arányban oszlik meg? Tehát az a jellemzőbb, hogy egy család mondjuk lemegy egy délutánra a Debrecenből, vagy jönnek, akik azt mondják, hogy igen, Debrecenben jó a kerekestelepi strand, és akkor ott eltöltenek egy napot, hazamennek. Mi jellemzőbb? A legjellemzőbbek a debreceni családok, itt elsősorban gyermekes családok, nagy családok látogatnak bennünket. Nagyon sokan keresnek fel a környező településekről is, és mostanában egyre gyakrabban hallani idegen szót is. A reptér közelsége, illetve a fejlendülő turizmus azért érezteti hatását nálunk is. Az eredeti témánkhoz kicsit visszatérve, ugye itt az elmúlt hetek, talán hónapok is mondhatjuk gyengébb időjárása behozható-e, tehát hogyha mondjuk tényleg marad ez a nagyon meleg idő, akkor lehet-e olyan fellendülésre számítani, ami részben akár ezt a 20%-os kiesést mondjuk csökkenteni tudja, vagy igazából innen már csak megmenteni lehet minél kevesebb mondjuk így veszteséggel ezt az idényt? Maradjunk annyiba, hogy innentől már csak megmenteni lehet. Behozni a vendégszámot nem igazán szerencsés, hiszen akkor egy óriási tumultussal kellene számolni, ami nekünk nem célunk.
A fürdőüzemeltetőknek ez mindig benne van a kockázatában, tudni kell ezt is kezelni, hogyha gyengébben indul egy szezon. Ugye éppen a bemutatott anyagunkban, a napszemlében, amiről beszámoltunk múlt héten, szerepelt az a fájdalmas tény is, hogy a megtelt tábla az még nem került ki. Mi kell ehhez, hogy ez megtörténjen, hány vendéget tud befogadni a fürdő, és azért lehet arra számítani, hogy akár itt a napokban ez már azért megtörténhet? A fürdő közel 1000 vendéget tud fogadni egyidejűleg, tehát igen, lehet rá számítani, hogy előbb-utóbb ki fog kerülni a megtelt tábla. Hosszú távú fejlesztésekre egy picit visszatérve, párhuzamosan mondjuk a Nagyerdei strand felújításával azért kicsit más jellegű szolgáltatásokról van szó. Nem tudom, hogy nem is érdemes talán konkurálni a két fürdőnek. Hogyan tud a kerekestelepi strandfürdő az maradni, továbbfejlődni, ami és amiért szeretik a debreceniek? Szóval mik azok a tényleg hosszú távú víziók, látásmóda, ami népszerűbbé tudja tenni, vagy hasonló népszerűséggel tudja megtartani ennek a nagyon különleges és nagyon szerethető strandnak a jellegét? Furcsa módon úgy gondoljuk, hogy éppen a fejlesztésnek a kordában tartása az, ami meg tudja menteni ennek a jellegét, hiszen a Nagyerdei strandon, strand helyén, hogy úgy mondjam, már nem egy strand, hanem egy új akvatikum, egy új látványosság épül, amely sem árában, sem stílusában nem is lesz hasonló a régihez. Tehát tulajdonképpen, ha úgy nézem, akkor a kerekestelepi strand marad az egyetlen klasszikus városi strand a városban. És akkor itt a kemping szóba került, erről még egy összefüggést hadd kérdezzek. Mennyire jellemző, hogy ott alszanak az emberek, tényleg eltöltenek néhány napot is akár, és nem csak egy napos látogatásra érkeznek, hanem tényleg ki van használva a kemping is. Ezen látszik-e akár ennek a melegnek a hiánya idén, vagy tud-e ez esetleg valamit menteni a szezonból, ha már ezt a szót használtuk korábban? A kempingben a látogató számunk változatlan, tehát némi növekedést mutat az előző évekhez képest, köszönhetően a szálláshely fejlesztéseknek, de itt még nagyon sok munka vár ránk. A kempinget még az a fajta kisléptékű fejlesztés sem érte el a strandot, de várjuk a városi beruházást, várjuk, hogy ott mik fognak történni, mik épülnek meg, és természetesen megpróbálunk mi is minél több szolgáltatást, minél több szálláshelyet rendelni a kempinghez is. És akkor végül itt az utolsó néhány hétre, hónapra, azért még maradt a nyárból, meg az utószezonból. Miért érdemes meglátogatni a kerekestelepi fürdőt, hogyha valaki úgy gondolja, hogy van egy kis szabad ideje, mit ajánlana, miért menjen kerekestelepre? Hát természetesen zene-tánc-büfé, ugye, ahogy szoktuk mondani, lángos, fagyi, de ez emellett, ahogy említettem korábban, 5 medence, közel 600 négyzetméter vízfelület, és 2 hektár fás, többé-kevésbé füves területtel várjuk a vendégeket, ahol lehet teniszezni, vízifocizni, tengózni, strandlöplabdázni, és még nagyon sok egyéb szabadidős tevékenységet űzni. Nagyon jól hangzik, és köszönöm szépen, és akkor hasonló növekedést kívánok, mint ami az elmúlt néhány napban azért itt érezhető volt a látogatók számában. Köszönjük szépen a meghívást! Eddig tartott ma az Esti Közelkép, köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!